A felsőházba jutás szempontjából a hazaiak számára volt fontosabb a mérkőzés. Az első félidő közepéig tartotta is a lépést ellenfelével az MMTK, aztán viszont elkezdett nyílni az olló a két csapat között. A félidőre 16-10-es Vitkai vezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után kiegyenlítettebb lett a játék, de tartotta előnyét a vendégcsapat, amely végül 5 gólos győzelemmel zárta a mérkőzést. Egy nagyon harcos mérkőzésen vagyunk túl. Mi úgy jöttünk, hogy tele sérültekkel, közben a kapusunk is megsérült, és a vésztartalék kapusunk, aki sérülten vitte végig a mérkőzést, sajnos így kellett végig játszanunk ezt a mérkőzést. Azt hiszem, hogy akaratban most egy kicsit felülmúltuk a Máté Szalkát. Ez ellentétje volt a kisvárai mérkőzésnek, mert ott a Máté Szalka akarta jobban a győzelmet. Itt azt hiszem, hogy mi voltunk azok, akik jobban akartuk a győzelmet. A hazaiak edzője a sok technikai hibának és a kihagyott helyzeteknek tulajdonította, hogy nem tudták szorosabbá tenni a találkozót. Az első 15 percben minden úgy alakult, ahogy számítottunk, és szerintem egy jó irányú meccsen partiba voltunk. Azonban utána értetetlen módon kimaradtak a helyzetek, elég sok technikai hibánk volt, és így a fél időre egy tetemes különbség alakult ki, amit a második fél időben szintén a kihagyott helyzetek és technikai hibák miatt nem tudtunk csökkenteni, így sajnos azt kell mondanom, hogy a Vitka csapata megérdemelten győzött a mai napon. A forduló további eredményei a következők: DV1C U21 Ungvár KC 27-35, Eszterházi SC U21 Újfehértó Kálusemjén SS-e 26-33 és Hajdúböszörményi TE Borsod Sportklub Miskolc 25-44. A tabella élén a 24 pontos Ungvár áll, megelőzve a szintén 24 pontos Miskolcot. A 18 pontos Vitka SE már biztosította helyét a felsőházban, a 10 pontos Máté Szalka pedig reménykedik abban, hogy megtartja a negyedik helyezését. A csapattól az az elvárás, hogy lehetőleg minél jobb meccseket játszunk, tanuljanak a játékosok, mert ez a sok hiba is annak tudható be, hogy fiatal játékosaink vannak zömében, 16-15-17 évesek, és azért az NB2-be nem rendelkeznek még megfelelő rutinnal, de én úgy gondolom, hogy dolgoznak folyamatosan, a meccseken pedig megszerzik a kellő rutint. Ha a felsőházba jutnánk, az egy nagyon nagy dolog lenne, de ha az alsóházba folytatjuk tovább, akkor se vagyunk kétségbeesve, mert ugye ott is azért jó ellenfelekkel játszunk, de azért a célunk az lenne, hogy még ezt az utolsó meccset hozzuk be, és menjünk fel a felsőházba. A 14. forduló párosítása a következő: Hajdúböszörmény Eszterházi U21, Újfehértó Kálusemjén SS-e Miskolc, Ungvár KC Vitka SE és Máté Szalka MTK DV1C U21.